ha nincs, akkor fogadjuk el a jegyzőkönyvet. Ha valaki tartózkodik, vagy ellene szavaz? Nem voltam. Jó. A június 28-ai jegyzőkönyvvel kapcsolatban valakinek kérdése a beszólása? Nincsen. Azon, igen, a május ezen nem voltam. A június nem volt. Jó. Akkor a június 28-ai jegyzőkönyvet kérem fogadjuk el. Jó, és akkor a szavazás tartózkodik. Köszönöm szépen. Megkérem a polgármester urat, hogy mutassa be a határozott tervezetet. Tisztelettel köszöntöm az önkormányzati képviselőket, és elsősorban köszönöm, hogy megjelentek ezen az azonnali tanácsülésen, amelyet az indokolt, hogy van egy pályázatunk, amit a parkos beruházás befejezésére nyújtottunk be. Hétfőn küldtek különböző kigazításokat, és a konzultáció tegnap készítette el azt a két határozott tervezetet, amelyet el kell fogadjunk és benyújtsuk. Az egyik arról szól, hogy azt a stratégiát, amit 2021-ben kidolgoztunk, Barótváros integrál fejlesztési stratégiáját, és 2022-ben fogadtunk el, azt ki kell egészítsük egy olyan melléklettel, amely külön, tehát explicit módon feltünteti a parkos pályázatunknak a jellemzőit. Ugye a stratégiában benne volt egy általános megfogalmazás, és arra a futó projektre is volt utalás, viszont azt kéri a központi fejlesztési ügynökség, hogy explicite ezt a pályázatot konkrét név szerint és a Smith School szerint tüntessük fel. Ezért ezt a stratégiát egy melléklettel egészítettük ki, azt, amit át is küldtünk önöknek, és kérem tisztelettel azt elfogadni, hogy a stratégiánkhoz hozzátartozik ennek a beruházásnak a kettes etapában való befejezése. Köszönöm szépen. A kettes szakbizottságot. Kettes szakbizottságot. Jó. Fogadjuk el napi rendi pontokat. Ja, igen, tehát az első napi rendi pont ez a melléklet elfogadása, a másik napi rendi pont pedig az idén elfogadott 52-es számú határozatunk kiegészítése a 9. pontban, tehát ezt a határozatot is azért fogadtuk el, hogy a kettes etapára tudjunk pályázni, viszont a 9-es fejezetben, 9-es artikulusban egy kisebb módosítás történik. Korábban a C plusz M, tehát a konstrukció plusz montázs, építkezés és szerelés feltüntetésével is megjelöltünk egy adott összeget. Ebben a pillanatban a főösszeg nem változik, viszont kikerül belőle ez a C plusz M érték, tehát csak a főösszeg maradt benne, 2.652.258.73 bani ennek a pályázatnak az értéke. Tehát ez a két napirányi pont van. Kérem, akkor köszönöm szépen, akkor fogadjuk el a két napirányi pontot. Köszönöm szépen. És ez már ismertetve volt az egyes napi rendi pont, a kettes szabizottságot. Köszönöm szépen. Valakinek kérdésen hozzászólása, Pászmányi Zoltán. Azt szeretném megkérdezni, hogy fogalmas kérdés, kérdezni és jegyzőt is, hogy tehát elfogadtunk a stratégiát az előtt két évnek, mikor talán történtek dolgok. Most visszatérünk az elejére, és azt mondjuk, hogy akkor a stratégiát úgy változtassuk, ezelőtt két évvel, ahogy történtek a dolgok, tehát ez rendben van? Nem, tehát ahhoz a stratégiához most egy mellékletet teszünk, amely egy olyan dolgot, ami abban a stratégiában is benne volt, de most explicit kifejezzük a projektnek a nevével. Egy pillanat az a... Leírtam a referenciát. Leírom, akarok venni egy kocsit. Igen. Két év múlva megveszem a kocsit, egy Dacia-nak, és akkor visszatérlek ezelőtt két évvel, és azt mondom, hogy Dacia-t akartam venni. Hát egy kicsit... Tehát a földjavítása két helyen a városban. Ebben így volt megfogalmazva a stratégiában. Most azt kéri, hogy ez a projektnek a neve, konkrétan a neve is... Ugyanezt mondtam már, erősen lerövidítve. Igazából mi is pont ezt a kérdést tettük fel, minek, ha benne van, de így kéri. Tehát én konkrétan megkérdeztem az Adele Csentónak a képviselőjétől, hogy ha leírtuk, tehát csak annyit nem, tehát leírtuk azt is, hogy olyan beruházást tervezünk, amely kivitelezés alatt van 2022-ben, amely két parknak, egy utca bejáratnak a modernizálása.
olvasását tartalmaz, és azt mondták, hogy legyen benne explicite, tehát gyakorlatilag, hogy azzal a hasonlattal írve, elmondtuk ezelőtt két évvel, hogy fogunk venni egy Dacia-t, és most leírjuk, hogy melyik széria számú Dacia-t. De ez egy mostani kiegészítés, tehát nem azt változtatjuk, éppen most kiegészítjük. Logikai bukfejt az egész szerintem. Egyet értek ezzel, tehát... Jó, tehát rendben van? Rendben van, igen, tehát leegyeztettük, hogy erről van szó. Amúgy ezt a mellékletet már be is nyújtottuk egy korábbi június 27-i tisztázásnál. Erre a projekt lett már a harmadik tisztázás, és ők ezt látták, ezt a mellékletet, azt mondták, hogy most viszont tanácshatározatot is tegyünk melléje, ezzel kiegészítjük a stratégiát. Hogyha megengedik, akkor még lenne kérdésünk. Tehát, hogyha most hónap kiderül, hogy valamire fogunk pályázni, megcsináljuk arra is, mert ezt, hogy visszatérünk Magyarországon, vagy hogy mondjuk kiegészítjük, hogy már pedig akkor azt akartam mondani, hogy mit tudom, Pátészünk szalba a kék fakot ültetni. Bevallom, hogy frakcióvezető úrral írtak egyet, hiszen azt mondtam a hőnek, aki ezzel foglalkozik a Gyülafehérvár ügynökségben, hogy egy 7 éves időszakra kidolgozó stratégiából nem tudjuk megnevezni pontosan, tehát pontosan például a Smith kódot is kéri. Hát amit esetleg 2027-ben pályázunk, annak a Smith kódját nem tudjuk, mert még a programnak sincs Smith kódja, de azt mondja, hogy erre viszont már tudjuk, és akkor legyen benne a stratégiából ezzel a konkrét megnevezéssel. Oké, felélem rendben van, prefektus azt mondom, hogy pontozom. Tehát ez nincs mit mondjam, mert benne van maga, mint nem egy új dolog, amit most beveszünk utólag a stratégia, benne van a megnevezését, a konkrét megnevezését kérik. Mi sem értünk egyet, de ha a mai napig kérik, hogy ezt a klarifikálást tegyük le, nincs mit csinálni. Tehát kérem tisztelettel ennek az elfogadását, hogy ezzel a mellékettel egészítsük ki a stratégiát. Köszönöm szépen, volt másnak kérdése, hozzászólása. Nincs, akkor kérem szavazzunk ki, amellett, hogy elfogadjuk a tervezetet. Köszönöm szépen, akkor a kettesnek. A kettes napirendi ponton megmódosítjuk azt az 52-es számú határozatot, amelyet pontosan ennek a pályázatnak az érdekében fogadtunk el, és ennek a 9. artikulusát, amelyben a műszaki gazdasági mutatókat fogadtuk el, ott meg volt a főszeg nevezve, az elébb említettem, hogy mennyi, és oda volt téve egy bejegyzés, hogy inkább egy C+M, tehát konstrukciómontás, tehát építkezési szerelés, és ez kikerül belőle. A főszeg ugyanaz marad, nem változik. Csak a devizén belüli megnevezések voltak mások. Ugye ebben a pillanatban mi nem munkálatokra pályázunk, hanem a befejezett, elvégzett és elszámolt projektnek a 64-es sürgősségi kormányrendelet alapján történt árkiigazításokra, ami körülbelül másfél millió lehet. Köszönöm szépen. Egyes szakbizottságot kérdezem. Szakbizottság. Megtartja a tisztelt hangsúlyt. Köszönöm szépen. Valakinek kérdése, ott beszólása. Nincs, akkor kérem szavazunk ki, amellett, hogy elfogadjuk a kettes határozatot. Köszönöm szépen. Akkor különfélét nem lévén a gyűlés lerekesztő. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy megjelentél.